A szlovák tánc együttes köszöntésével és rögtönzött műsorával indult a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztiválon résztvevő együttesek köszöntése a Városháza dísztermében csütörtök délelőtt. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere örömét fejezte ki, hogy a házigazda Alba Régia tánc együttes hívására Szlovákiából, Spanyolországból és Mexikóból is érkeztek művészek, így ismét változatos dallamokat hallhattak a Néptáncfesztivál résztvevői. Különleges csoportok vannak itt a városban, ezt megmutatták az elmúlt napokban a táncházban, a színpadon, különböző belvárosi helyeken, ahol különböző foglalkozásokat tartottak, és szép hagyomány az is, amit most újra tudtunk indítani, hogy meglátogatják a Városházán a város közösségét szimbolikusan, úgyhogy népviseletbe öltözve jöttek a Városháza dísztermébe. Azt gondolom, nagyon szép pillanatokat élhettünk meg, és át együtt. És látja az ember a sok-sok feszültséget a világban, miközben látta itt a díszteremben, hogy milyen jó lenne csak egymás kultúráját megértenünk, elfogadni és örülni a másik örömének, és hogyha így lenne, akkor kicsit békésebb és szebb lenne a világ. Idei néptáncfesztiválra a mexikói táncegyüttes érkezett a legtávolabbról, akik szintén színvonalas produkciókkal kápráztatták el a közönséget. A Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál résztvevői csütörtök este 19 órakor a Zicsi színpadon ünnepélyes zárógálával, 21 óra 30-kor pedig a táncházban búcsúznak.